Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát láthatják. Tartsanak velünk! Mit jelentett számomra Mikával a találkozás? Egy óriási élmény volt, mert életemben először éreztem, hogy az ember és a hangszer egy és ugyanaz. Hát én azért szeretem zenét, mert szívvel, lélekkel játszanak, és zenéjük közvetlenül a közönség szívéhez, lelkéhez szól. Türelmet és higgadt hozzáállást kérnek, a menekült helyzetről is szó volt a városvezetői tájékoztatón. Elhárították a hibát, nem folyik már a víz a toronyból, de a külső burkolat javítása már nem halogatható tovább. Szemét az út közepén, bár már elvitték a hulladékot, mégis büntető feljelentés lesz az ügy vége. Pénteki szüreti dupla futás, Kis Rolandra emlékeznek majd a résztvevők. Köszöntöm Önöket, szerdai hír összefoglalónk következik. Nincs veszélyben a vízellátás. Egész éjszaka dolgoztak a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. Szakemberei a halasi víztoronynál. Mint hirtattunk róla, kedden este szivárgott a víz a toronyból. A szolgáltató szakemberei rövid időn belül megszüntették a problémát. Mátyus Zoltán, a cég ügyvezetője elmondta, a toronyban egy külső és egy belső tartály is található. A külső kizárásával az éjszaka folyamán megszüntették a sokakat megijesztő szivárgást. Az ügyvezető szerint ez a meghibásodás nincs hatással a város vízellátására, a fogyasztóknál nem volt nyomás csökkenés vagy vízhiány. A torony külső burkolati repedésének kijavítása folyamatban van. Ez a probléma is rávilágított arra, hogy a vízi közmű rendszerek egyre inkább előregednek, éppen ezért a jövőben nagyobb hangsúlyt kell majd fektetniük a felújításra és a karbantartásra. Tovább fokozódik a migrációs helyzet a halasi idegenrendészeti regisztrációs táborban is. Naponta közel 400 külföldit regisztrálnak a bevándorlási és állampolgársági hivatal munkatársai. Eddig közel 290 új munkatársat vettek fel a halasi laktanyában működő táborba, és további 150 főt keresnek adminisztrátori, szociális munkás és fegyveres őrbeosztásokba. Az önkormányzat köztéri megfigyelő kamerákkal erősíteni a közbiztonságot, a főként migránsok járt a városrészeken. Eddig azonban nem történt semmilyen atrocitás a város területén. Fokozódik a menekült helyzet a halasi regisztrációs idegenrendészeti táborban is. Naponta több mint 400 menekültet vesznek nyilvántartásba. A halasi önkormányzat folyamatosan egyeztet a rendőrséggel, a MÁV-val és a bevándorlás és állampolgársági hivatallal. Az elmúlt napokban közös egyeztetésre hívták a menekülteket, az állomáson segítő civileket és a helyi egyházak képviselőit is. Az önkormányzat igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a város lakói minél kevesebbet érzékeljenek a migrációs hullám adta terhekből, mondta Fülöp Róbert polgármester a ma délelőtti városházi sajtótájékoztatón. Éppen ezért a belügyminisztérium felé is folyamatosan kommunikálunk és írunk olyan kéréseket, leveleket, amelyben ezt a biztonságérzetet próbálunk erősíteni. Erre kaptunk a legutóbbi beszélgetésünk során pozitív visszajelzéseket. Valószínűleg a közeljövőben kiépítésre kerülhet a városban egy olyan összefüggő kamerarendszer, ami a közterületek megfigyelésére és a biztonság fenntartására lesz alkalmas. Ezzel kapcsolatban a döntés az a következő egy-két héten belül várható, és bízunk benne, hogy utána a megvalósítás sem fog sokkal tovább tartani. Ahogy növekszik a migrációs hullám, egyre több új munkatársat keresnek a halasi idegenrendészeti táborba.
A jelenlegi helyzet az, hogy a kerítésépítésnél 38 főt vettek eddig föl, és még 20 fő felvételét tervezik. A fegyveres őr munkahelyre 200 munkavállalót sikerült eddig felvenniük, amelyből nagyjából azt lehet mondani, hogy kétharmad kiskunhalasi illetőségű, és ide még 100 főt várnak. A bevándorlási hivatalhoz pedig közel 50 fő az, aki lehetőséget kapott a mai napig, de még további nagyjából 20 fő az, aki szabad. Tehát ez azt jelenti, hogy 220-250 fő az, ami betöltött álláshelyet jelent most az elmúlt hetekben, és további 100-150 fő az, amit még várna a munkaügyi központ, illetve rajtuk keresztül a belügyminisztérium. Az önkormányzat arra törekszik, hogy a városon átutazó migránsok mielőbb tovább tudjanak haladni a számukra kijelölt befogadó állomásokra. A városban egyébként mi igyekszünk elérni azt, hogy a lehető legkevesebb időt töltsék el az illegális bevándorlók, miután regisztrálták őket. Az volt a kérésünk, hogy lehetőleg busszal szállítsák el őket a vasútállomásra, és következő lépésként nem is a normál menetrendszeri vonatjáratokra kapjanak ők jegyet, hanem irányvonatokkal vigyék őket a célállomásukra. Ezzel gyakorlatilag el lehet érni azt, hogy a városban levő szemetelés, vagy az eltévedésük, vagy a vasútvonal mentén a kockázatos közlekedésük is megszűnhetne. Farkas Dániel alpolgármestere azt hangsúlyozta a városházi sajtótájékoztatón, hogy a migrációs helyzetből adódóan eddig egyetlen atrocitás sem történt a város területén, amely rendőri intézkedést igényelt volna. Nagyon fontos leszögezni, hogy Kiskunhalason közterületen eddig semmiféle olyan probléma nem történt, amely akár rendőri intézkedést is igényelt volna. Ez nyilván azért betudható annak, hogy mind a lakosság, mind a különböző politikai erők eddig higgadtan kezelték ezt, és ha lehet ilyet kérni, akkor nekünk az lenne a kérésünk, hogy ebben a témában továbbra is próbáljon mindenki amennyire lehet higgadt maradni, hiszen azért látszódik, hogy ez a helyzet nem fog a közeljövőben nyugvópontra jutni, és hát nyilvánvalóan alkalmas ez, ha politikai értelemben nézzük, pillanatnyi haszonszerzésre, azonban szerintem a lakosság, mivel eddig ezt megfelelően kezelte, nem biztos, hogy az túl szerencsés, hogyha őket akár hergeljük is ez ügybe. Az alpolgármester bízik abban, hogy a halasiak, ahogy eddig is, a későbbiek során is higgadtan állnak majd hozzá a menekült válság okozta problémákhoz, és nem engednek a provokációnak. Minden autót megállítottak és ellenőriztek. A Kiskunhalasról kivezető utakon fokozott rendőri jelenlét volt ma tapasztalható. Sokakat meglepett ez a nagy készültség. Volt, aki azt hitte, hogy szökevényeket keresnek, míg mások azzal hívták fel szerkesztőségünket, hogy embercsempészek miatt van ez a nagy felhajtás. A megyei rendőrfőkapitányságtól származó információink szerint a menekült áradat miatt vezényeltek a térségbe rendőri erőket, ők megtették a dolgukat. A hivatalos magyarázat szerint a lakosság biztonság érzetét javítja ez a rendőri jelenlét és ellenőrzés sorozat. Nemes egyszerűséggel a dűlő útra borította valaki a szemetét a Gubodi út közelében. Az eset érdekessége, hogy a mezei őrszolgálat talált egy szemét, aki bár nem ismerte el, hogy övé a szemét, mégis elszállítatta azt. Az utánfutónyi hulladék már nem csúfítja a környezetet, ennek ellenére büntető feljelentést tettek az illetékesek, remélve, hogy majd kiderül, kié volt a szemét, és ami a legfontosabb, kiborította az út közepére. A mezőrök ezt a szeméthalmot látták meg a járőrszolgálat során. A legutóbbi esetben a Gubodi út egyik kereszteződésében a mezőr kolléga, aki a szokásos napi rutin ellenőrzését végezte, észlelt egy nagyobb mennyiségű, körülbelül egy utánfutónyi hulladékot kihelyezve az út mellé, az útkereszteződésbe. Az észlelést követően átvizsgálta ezt a hulladékot, majd a környezetvédelmi referens kollégával is megtekintették. Ilyen esetben mindig vizsgáljuk, főleg az utóbbi időben módosítottuk az eljárási rendünket,
mindig vizsgáljuk, hogy a hulladék engedély nélküli kihelyezése esetén megállapítható-e a bűncselekmény elkövetésének a gyanúja. A polgármesteri hivatal szakembere idén már második esetben adott olyan szakvéleményt, hogy bizony ez a cselekedet bűncselekmény lehet. Így büntető feljelentést tettek a rendőrségen. Az eset érdekessége, hogy a szeméthalmot azóta már elszállították. A hatóság látókörébe került egy személy, aki bár nem ismerte el, hogy övé a szemét, mégis intézkedett a takarításról, szállításról. Alapvetően találtunk egy olyan embert, aki elvitette onnan azt a hulladékot. Nyilvánvalóan mi nem vagyunk nyomozóhatóság, feltételezésekbe mi nem bocsátkozunk, tehát azt, hogy azt a hulladékot oda ki helyezte ki, konkrétan kinek a tulajdona, a büntető eljárás során a rendőrség fogja megállapítani. Ez az eset egyáltalán nem egyedi. Mint a felvételek mutatják, sokan nem veszik a fáradtságot, hogy a szemetet a kukába tegyék, inkább az utak mentén vagy az erdőkben szabadulnak meg tőle. Szeptember 11-12-13 születi napok Halason a Carbon Fools Tóth Gabi és Takács Tamás is színpadra lépnek majd, és mindhárom napon lesznek születi menetek. Az első napon pénteken sportolni is lehet. 17 órakor startol majd el a születi futóverseny 2 kilométeres versenyszáma, majd 17 óra 30-kor a kis Roland emlékverseny. Ezen 8 kilométert kell futniuk a jelentkezőknek. Nagyon várjuk. Nagyon. Mindig itt szoktunk lenni. Van a névnapom is, úgyhogy. A Marikának a névnapja is. Mit tudnak róla? Milyen programok vannak ilyenkor? Hát, én nem emlékszem. Várjunk. Jó zene van. Azt tudom. Térzene. Ki lehet ülni. Hát csak jó idő legyen. Balogék tehát itt lesznek a szüreten. Bízunk benne, hogy még sokan mások is így tesznek, és mindhárom napon benépesül a főtér. Pénteken a színpadi programok mellett futóverseny is indul 17 órakor a főtérről. A Kiskörnél az iskolákat meg fogjuk keresni, minden iskolát. A testnevelő tanároknak én már nyomtattam ki papírt, illetve olyan listát, amire ők föl tudják írni a neveket. Fölírják a neveket, és az önkormányzat díjat is ajánlott fel, aki legtöbb futót hozza, természetesen itt diákszülő, azok 3000, 30000, 20000 és 10000 forintos díjazásba fognak részesülni az első három helyezett, ezen kívül a Kiskörnél az első három helyezett fiú és az első három helyezett lány egy-egy érem díjazásba részesül, plusz az első 100 befutó diák természetesen, azok pedig sportszeletet fognak kapni. A versenyt a Zöld Sportklub támogatja. 17 óra 30-kor startolnak el a kis Roland emlékverseny résztvevői. A halasi sportoló 28 éves korában tragikus hirtelenséggel hunyt el. Szülei, tisztelői, barátai ezzel a versennyel állítanak neki emléket. A táv 8200 méter. Lesz 7 korcsoport. Azok a 7 korcsoportban az első 3 helyezett női és férfi tagok, azok éremdíjazásban részesülnek, lesz a legjobb halasi női férfi serlegdíjazásban. Ezen kívül az abszolút győztes, a kislány győztes, az ugye egy évig elnyeri a hatalmas kupát, plusz az első 3 helyezett a kisszülők felajánlásával a 30, 25 és 15 ezer forintos pénzdíjba részesülnek, ugyanígy a férfiak, illetve a nők, plusz kapnak egy-egy nagyon szép kupát. A versenyen több százan szoktak indulni, a résztvevők között ott lesz Rajcsány Attila is. Tehát 8 kilométert lefutom persze, mert utána mi vasárnap megyünk úgyis félmaratont futni Pestre, úgyhogy egy kis előedzés. Kinek javaslod ezt, és mennyire bevállalható ez a 8200 méter? Hát, aki azért már futott egy 6-7 kilométer, tehát annyit le tudott futni, akkor az mindenféleképpen bevállalhatja. Meg egyébként is eljön, nem időre megy, tehát nem feltétlenül nyerni kell, hanem letudni a távot, csak ennyi. Visszaülnek az iskolapadba a diákmunkások is. Augusztus végével lezárultak a nyári diákmunkák.
Halason 40 fiatal tudtak így módon foglalkoztatni 4 turnusban, mondta a városvezetői sajtótájékoztatón Farkas Dániel alpolgármester. A fiatalok a polgármesteri hivatalban, valamint cégeknél dolgoztak. A diákok így keresethez jutottak, és a munkahelyeken is jól jött a segítség a szabadságolások idején. A városvezetés jövőre is szeretné folytatni ezt a programot, és bíznak abban, hogy a fiatalok tanulmányaik befejezése után is a városban helyezkednek majd el. Az eddiginél hatékonyabb együttműködést terveznek. Szűcs Csaba alpolgármester ma jelentette be, hogy tárgyalásokat folytatnak a megyei, valamint az országos cigány önkormányzattal. Többek között ennek köszönhető, hogy a nyári szünetben 20 hátrányos helyzetű gyermek nyaralhatott Zamárdiban. A fiataloknak óriási élményt jelentett ez a pár nap. Most pedig adományok érkezésére van kilátása. A tanévkezdés kapcsán füzetek, tanszerek, táskák jöhetnek a felajánlásokból, sőt lehet, hogy tableteket is küldenek Halasra. Hetedszer keressük a térség hangját. A Halas Televízió csapata 2009 óta minden esztendőben megrendezi a Pont Karaoke versenyt. Az idei 7. megméretésre már regisztrálhatnak a szerepelni vágyó énekesek. A tét nem kicsi, hiszen a győztes most is egy saját CD elkészítésének lehetőségét kapja meg. A regisztráláshoz szeptember 30-ig privát üzenetet kell írni a Pont Facebook oldalának, vagy személyesen kell jelentkezni a Halas Televízió szerkesztőségében a Bethlen Gábor tér 7D szám alatt. A fődíjat a legjobb énekes kapja meg, aki a Bendegúz hangstúdió jóvoltából elkészítheti saját hanghordozóját profi körülmények között. Híradónk végén összefoglaljuk a legfontosabbakat. Türelmet és higgadt hozzáállást kérnek, a menekült helyzetről is szó volt a városvezetői tájékoztatón. Elhárították a hibát, nem folyik már a víz a toronyból, de a külső burkolat javítása már nem halogatható tovább. Szemét az út közepén, bár már elvitték a hulladékot, mégis büntető feljelentés lesz az ügy vége. Pénteki szüreti dupla futás, Kis Rolandra emlékeznek majd a résztvevők. Kedves nézőink, arra kérem önöket, maradjanak továbbra is a Halas Televízió csatornáján, az időjárási előrejelzést követően mulatunk, Kis Groffó halasi koncertjéről mutatunk be egy rövid összeállítást. 7:30-kor egy picit komolyabb témával folytatjuk, tudnivalók az új tanévben, itt lesz vendégem Pap Gyula főigazgató a Kiskunhalasi Szakképzési Központból, Vágó Ferencné a Klebersberg Intézmény fenntartó központ halasi vezetője, valamint Laskovicsné Terzics Edit a Kertvárosi Általános Iskola igazgatója, tehát oktatás, szakképzés 30 percben. Kérem önöket, holnap este 7 órakor ismét válasszák a Halas Televízió csatornáját, akkor Fehér Erika várja itt önöket friss hírösszefoglalóval. Viszontlátásra!